Sziasztok, Molyok! Szinti vagyok, és a mai videó egy vlog videó lesz. A mai videóban Krenc Nóra Szilánk című kötetét fogom elolvasni, amit ezúton is köszönök szépen az írónőnek. Az a helyzet, hogy már nagyon vártam, hogy olvashassam ezt a könyvet, ugyanis már találkoztam személyesen is Krenc Nórával, és maga a személyisége nagyon megnyerő volt, ugyanis én már egyszer olvastam tőle egy könyvet, viszont az annyira nem tetszett, és emlékszem, hogy 3 csillagot adtam rá, és úgy félve mentem a könyvfesztiválon, amikor így láttam, hogy hú, ott van, és hogy majd mit fog gondolni, hogy hú, hát én 3 csillagot adtam rá. Aztán igazán így tök jót beszélgettünk, meg, vagy hát így pár szót, amit így beszélgettünk, meg utána azt vettem észre a további köteteiben, hogy amit így kiemeltem, negatívumot, az ő betartotta és figyelt rá, és az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy ez a könyve már nagyon jó lesz, mert sokat fejlődött ahhoz képest, amit legelsőnek olvastam. Ezt csak azért mondom el, mert szerintem ez egy nagyon pozitív írói magatartás, hogy nyilván nem azt mondom, hogy minden olvasói véleményt meg kell hallgatni, és mindenre adni kell, de azért nagyon jól esett az, hogy nem kaptam érte, hogy én most csak 3 csillagot adtam rá, hanem elfogadta és fejlődött, és a másik könyv, amit már olvastam, nem fog eszembe jutni most a címe, mindegy, a Megszámláltatlan, azt hiszem, azt olvastam, az nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy a Szilánkhoz igazándiból már úgy kezdek neki, hogy ez egy nagyon jó könyv lesz. Igazándiból el sem olvastam a főszöveget, hogy miről szól, mert talán nem is kell, mert úgy szeretnék belemenni, hogy majd kiderül, hogy most tetszeni fog, miről szól, mi lesz benne, csak úgy bele akarok csöppenni a történetbe. Úgyhogy a mai vlog videóba, vagyis hát itt elkezdem, aztán majd mindig részenként bejelentkezek. Erről a könyvről fogok beszélni. Nem tudom még, hogy hány oldalként jelentkezek be. Nyilván lesznek majd bevágások is. A lényeg az, hogy ő az, akit a mai nap során elkezdek. És hát nagyon kíváncsi vagyok rá. A borító az mese szép, az gyönyörű maga a kiadás. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy hozzám került, és olvashatom. Úgyhogy megyek is olvasni, mert most már ideje. Úgyhogy végre van időm, végre van egy kis szabadidő, úgyhogy olvasással fogom tölteni. Találkozunk a következő bejelentkezésnél. Bejelentkezés. Elolvastam az első Szilánk részt, úgyhogy most már tudom, hogy mi lesz a tematika, ahogy fogok bejelentkezni. Ha jól láttam, 3 Szilánk van, és ezeken a Szilánkokon másik időben, másik helyen vagyunk. Igen, kénytelen voltam beleolvasni a fülszövegbe is, amit egyébként nem akartam, de mindegy, azért valami tematikát, valami logikai rendszert akartam ebbe a vlog videóba. Úgyhogy ezért majd minden Szilánknál fog bejelentkezni, és mindig, ahogy haladunk a történetbe tovább, annál kevesebbet fogok mesélni, hogy ne legyen úgymond spoileres annyira, hanem csak úgy részleteiben, hanem picikét mesélek a történésekről. A videó bevágásokból láthattátok, hogy Szekszárdra utaztunk autóval, és hát nyilván a Szilánkot vittem magammal olvasni, és nagyon jól is haladtam, úgyhogy nagyon örültem annak, hogy
nem olyan sötét volt, hogy tudtam még olvasni, mert nem vittem magammal lámpát, meg nem akartam a páromat zavarni az autó vezetésben, úgyhogy csendben ott olvasgattam mellette, amíg láttam, utána pedig úgy próbáltam nézelődni is. A lényeg az, hogy a könyv nagyon lekötött, és így hihetetlen módon elszaladta az az utazási idő. Én egyébként imádok autóban olvasni, bár van, amikor, hogyha olyan az út, akkor hány ingerem van, de most szerencsére ez sem történt, úgyhogy azt hiszem ilyen 130-133 oldalt elolvastam, úgyhogy nagyon jól haladtam vele, és eléggé el is kapott maga a történetvonája. Na most így elsőnek így talán ez a legelső, vagy másik bejelentkezésnél fogok a legtöbbet beszélni, úgymond, a többiekben már tényleg kevesebbet, mert nem szeretnék teljesen elmondani a történetet, mert annak szerintem értelme úgy annyira nem is van, hanem inkább csak így említés szintjén beszélek róla. Na most, ami elsőleges dolog, és szeretnék megemlíteni, az a stílus. Krenc Nóra, hogy mondjam, már olvastam tőle, de valahogy itt most sokkal kiforrottabb a stílus, sokkal hatázottabb, és nem is tudom, nagyon tetszik. Tehát olyan érzésem van már most így a kötet elején, aránylag kötet elején, hogy Krenc Nóra ebben a kötetében megérkezett. Mert ez a könyv egy fantasztikus. Tehát, hogy mondjam, már most az első szilánk résznél azt éreztem, hogy ez nagyon az én könyvem lesz, ez nagyon nekem való könyv, és úgy látszik, hogy eddig igazam is van. Na de beszélek akkor a történetről is, de a stílusról mindenféleképpen akartam beszélni, mert valahogy az most nagyon visz, és szerintem egy történet szempontjából fontos az, hogy a stílus jó legyen, mert hiába jó a szereplők, a karakterek, a cselekmény, hogyha nem jó a stílus és nem jól adagolja a történetet, akkor igazándiból elveszett az egész. Úgyhogy a stílussal már megvett kilóra Krenc Nóra, és már most imádom a könyvet, úgyhogy nézzük, hogy miről szólt az első szilánk. Az első szilánkban Demetria a főszereplőnk, és az ókori Athénban járunk. Nagyon-nagyon örültem ennek a helyszínnek, mert mindig imádom az ilyen ókori dolgokat, hogyha így történetbe bele van szőve, úgyhogy nagyon örültem rögtön a helyszínválasztásnak, illetve Demetria főszereplőnk úgymond, tehát annak a szilánknak a főszereplője, számomra rögtön egy ilyen megkapó, szerethető karakter volt. Azt kell róla tudni, hogy az édesapjával él együtt, viszont van a témban egy ilyen istennőjük, akiknek úgy áldoznak. Nem akarok róla bővebben beszélni, de a lényeg az, hogy erre az áldozásra, vagy úgymond erre a, hát dicsőítik az istennőket, elmegy a lány, és igazándiból, amíg ő ott van, az apjának a kereskedése felgyullad, úgymond, valaki felgyújtja, és hát a lány ezt úgymond ott hagyja ezt az egész ceremóniát, egész ünnepséget, és az apja segítségére siet, amivel egyfajta módon az isteneknek a haragját ki is vívja, tehát nyilván neki az apja az első, mert ők ketten élnek, viszont a lány teljesen másfajta típusú lány, mondjuk úgy, mint az akkori korban lévő hölgyek, ugyanis ő nem a házasságon van, meg nem azon van, hogy minél előbb egy olyan férfihoz menjen hozzá, akit nem szeret, hanem inkább a tudásvágy, ami benne van, és az apja elég sok mindenre megtanította, ami akkoriban egy nőnek igazániból felesleges volt, viszont ő egy gondolkodó nő, ami úgymond az ókori Athénban ez ilyen fura dolog, mert a férfi az, aki keresi a munkát, aki gondolkodik, a nő megszüli a gyereket. És ez egyébként egy érdekes gondolkozás, mert sokszor találkozunk szerintem még ezzel a gondolattal manapság is, hogy a nőnek az a dolga, hogy gyereket szüljön, a férfi pedig gondolkozzon, és hál' Istennek, hogy azért a mai világban már nincs azzal baj, ha egy nő olvas, és nincs azzal baj, hogyha dolgozik meg. Nyilván kell dolgoznunk nekünk nőknek is. Igazániból Demetriának nagyon jó a kapcsolata az apukájával, és sok időt töltenek, tényleg nagyon sok időt töltött az apja azzal, hogy a lányból egy okos gondolkodó nő legyen, és hát a múltbéli dolgok, ilyen titkok derülnek ki, ami mindkettő kapcsolatát megváltoztatja egy kicsit, illetve Demetria életét is. Na most nagyon röviden és nagyon zanzásítva talán így tudnám elmondani az első részt, spoilermentesen. Nekem nagyon tetszett, izgalmas volt, meg tényleg jó volt ezt a részt olvasni,
és nekem tetszett az, ahogy Demetria viselkedett, tetszik az ő magatartása, az ő karaktere, az ő karakán kiállása, és érdekes az, hogy mennyire lehet szava egy nőnek ebben a világban, társadalomban, úgyhogy ez érdekes volt számomra, sok minden gondolat felötlött bennem, de talán most csak így röviden ennyit beszélnék róla, mert még két szilánk hátra van, és valószínűleg, hogyha ilyen témák lesznek a többi kötetben is, akkor még nagyon sokat fogok róla beszélni, mert eleve nőként ez érint, illetve szeretnék és akarok, ezen akarok, értitek? Tehát azért a csatornán szeretnék ilyen témákról is beszélni, mert szerintem ezek fontosak. Úgyhogy most röviden ennyit az első szilánkról, nekem tetszik, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó könyv lesz. A kötetben ezeken a szilánkokon kívül van egy másik szál is, amit elsőleg nem igazán értettem, de aztán úgy, ahogy alakult a történet, nagyon megtetszett. Ez pedig egy olyan szál, ahol Laurent követjük, egy nőt, aki úgymond bemegy egy sátorba, és a barátnőjével indulnak el, és ebben a sátorban egy jósnőt talál, a jósnőt pedig Cynthiának hívják. Amikor megláttam a nevemet a könyv lapjain, az valami fenomenálisan jó érzés volt, még soha nem olvastam könyvet, amiben talán picit is hasonló lett volna, talán még a Cindy, amiben az én nevem szerepel, mert azért vannak olyan női nevek, ami úgy gyakran megjelenik, akár angolosan, akár magyarosan egy könyvbe, de Cynthiával még nem találkoztam, úgyhogy nem tudom, hogy Nórinak ez így tényleg volt szándéka, hogy most direkt azért kaptam recibe, hogy tehát azért kaptam recenziós példánként, hogy ezzel találkozzak, vagy van valami közöm a könyvhöz, azt nem tudom, de hogy a jósnőt Cynthiának hívják, ez nekem nagyon tetszik. Ne nevessetek ki, de nagyon élvezem azt, hogy a saját nevem ott van benne. Tetszik. Úgyhogy igazániból Cynthia jósnőhöz bemegy ebbe a sátorba ez a nő, Lauren, és hát Cynthia próbálja meggyőzni, nagyon fura így beszélni, mindegy, tehát Cynthia próbálja meggyőzni arról, hogy nem ő miatta jött be abba a jósdába, úgymond, ebbe a sátorba, hanem azért, mert neki ide kellett jutnia, és igazándiból a nővel elkezdünk van neki jósolni különböző módokon, mondjuk így, vagy hát hogy is mondjam ezt, tehát, hogy szeretné neki megmutatni, akár tükör segítségével is, hogy rátaláljon önmagára, és hogy jó helyen van-e most az életben, boldog-e, illetve úgy egyébként, tehát nem véletlen került Cynthia jósnőhöz, és hát ez a másik szál, amiről lehet, hogy nagyon keveset fog beszélni, mert szerintem ebben már lehet spoiler, hogyha tovább fejtegetem, a lényeg az, hogy nagyon tetszik ez a szál, és hát tényleg külön öröm, hogy az én nevem egyezik a jósnő nevével, nem tudom, hogy ez szándékos-e, nem-e, de nekem nagyon tetszik. Úgyhogy megyek olvasni, nézzük mindjárt majd a második szilánkot, és hát mindjárt, nyilván ez órák kérdése lesz, amíg elolvasom, de nektek ez körülbelül egy pár perc átvágás lesz, és jönni fog a másik rész. Úgyhogy igen, eddig nagyon tetszik, nagyon jó ez a könyv, és megyek olvasni a második szilánkot. Utána fogok bejelentkezni hozzátok újra. Második bejelentkezés, elolvastam a második szilánk részt is. És most ezúttal Franciaország, Párizs a helyszínünk, és a 18. századba utaztunk vissza. Komolyan mondom, úgy érzem magam ebben a könyvnek az olvasása közben, mintha egy időutazó lennék. Athén, Franciaország, nagyon. Krenztonra nagyon betalál, mert egyébként Franciaország és Párizs nekem egy ilyen olyan helyszín, amiről nagyon szeretek olvasni. És talán keveset is olvasok, úgyhogy amikor megláttam a második szilánknál, most azért sem fogom megtalálni, a második szilánknál, hogy Franciaország, Párizs, így dobbant egyet a szívem, hogy ez az, ezt az időszakot nagyon szeretem, és erről nagyon jó volna olvasni, úgyhogy köszönöm, jó lesz, és hát igen, nagyon tetszett ez a rész is, és lassan arra döntése jutok, mert egyébként terveztem ilyet így videó végére, hogy majd eldöntöm, hogy a három szilánk közül nekem melyik tetszene, melyikben élnék, de úgy döntöttem, hogy nem fogok választani, mert már a második lehetőség olyan, hogy
nem akarok választani. Mind a háromban szívesen élnék, de egyikbe se. Igen, úgyhogy örülök, hogy Franciaország a helyszín, és a 18. század, és hát ismételten másik szereplőnkkel találkozunk, másik világ, úgymond, másik rész, másik Szilánk. A második Szilánkban ő Mary Louise Amandine a főszereplőnk, aki egy nemesi származású hölgy. Na most ebben a részben igazándiból már nagyobb szerepet kapnak a könyvek is, aminek én személy szerint nagyon örültem, illetve itt van egy pici romantikus szál, amit én nagyon tetszett, nagyon élveztem, és hát igazándiból a vallás. A vallásnak egy olyan fajta módja, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, hogyha... És hát tudom, hogy erről is kell olvasnunk, viszont annyira fel tud dühíteni, akár könyv, akár film formájában, hogyha valaki a másikra a vallást ilyen csőlátással próbálja rá erőszakolni, mert szerintem a vallás eleve vallás szó, meg a hit, az innen bentről kell, hogy induljon, nem pedig azért, mert valakire rá erőszakoljuk. Úgyhogy itt is igazániból erről van szó, hogy a lány szülei eléggé elfogultak, és csak a Biblia, és csak ez a vallásnak élnek, amivel nem lenne baj, hogyha a lányba nem erőszakolnák bele, mert ő neki meg eléggé más elképzelései, gondolatai is vannak az életről, és ezt ők próbálják csírájában elfolytani. Viszont amikor Mary találkozik egy Márkival, azért olyan gondolatokat, olyan érzéseket ültet a lány fülébe, ami a szülének nem tetszik, és hát igazániból választania kell a lánynak, hogy most melyik út az övé, hogy élje a saját útját, ami tényleg az ő szíve is érzi, hogy az az ő útja, vagy pedig amit ráerőszakolnak, és a szülei nek engedelmeskedik, és jó gyerek lesz. Na mondjuk ez is fura, erről megint fogok beszélni, mert ez is, hogy valaki jó gyerek, nem jó gyerek. Ennél a résznél szeretnék egy kicsit kitérni arra, hogy szerintem régen rossz az, hogyha egy szülő, egy felnőtt megpróbálja a gyerekére ráerőszakolni olyat, amiben ő hisz, ami szerinte jó, mert mindannyian mások vagyunk, és ez a jó benne, és lehet, hogy pont ezzel fogja az ő gyerekének a személyiségét roncsolni, hogy ráerőszakol olyan dolgot, amit ő egyébként nem szeretne. Úgyhogy röviden ennyi, amit még így hozzáfűznék ehhez a részhez. Ugyanolyan izgalmas volt, jó volt. Egyébként Mary karakterét én nagyon szerettem. Egyébként hasonló Demetriához. Nem tudom, hogy ennek lesz-e még így a történet végében jelentősége, de hasonló ilyen karakán, szószóló típusnak érzem őt. Úgyhogy igazán közel érzem a szívemhez ezt a lányt is, és hát igazániból ennyit akartam ugye a második részhez. A következő bejelentkezésnél a harmadik szilánkról fog beszélni, illetve hát a harmadik szilánkot elolvasom, meg befejezem a könyvet, és akkor összegészében mesélek nektek az egész kötetről, mert nem akarom olyan túl hosszúra hagyni ezt a vlog videót, így is lehet egy órányi nyersanyagom lesz, annyit beszélek. Igen, ezért valószínűleg csúszni fog a videó, hogy kiderül, de azért remélem, hogy nem. Időt még nem tudok utazni, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fog késni. Nagyon vicces, hogyha késni fog a videó. Tehát, hogy tudom, hogy egy órányi anyagom már körülbelül van, és késni fog a videó, mert akkor én egy időutazó vagyok. Na majd ide kiírom, hogy tényleg késette, és akkor látni fogjátok, mert hogy igen, akkor elárultam, én egy időutazó vagyok. Na jó, nem viccelődök tovább, megyek olvasni, és akkor találkozunk a következő bejelentkezésnél, amikor elolvastam a könyvet. Utolsó bejelentkezés, elolvastam a szilánkot. Hú, de jó volt. Hű, még a hatása alatt vagyok a könyvnek, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy hatalmas utazás volt. Kicsit beszélek a harmadik szilánkról, aztán ugye egyébként a könyvről. Rengeteg gondolat, rengeteg érzés,
Engem ez a könyv teljesen elvarázsolt. Elsőleg azt hittem, hogy kicsit ilyen történelmi vonal lesz, amikor így elkezdtem olvasni, de igazániból ez a könyv kicsit rólam, kicsit rólunk, kicsit mindenkiről és mindenkihez szól. Wow! Na de ne szaladjunk ennyire előre, próbál nyugodt lenni és nem fengőr pillanatokat átadni, mert hogy lehet, hogy nektek ez élvezetes, nem tudom. A harmadik szilánk a 20. században New Yorkban játszódik, Emilyt követjük, aki a családjával elutazik, és hát igazán az apjának lesz egy új párja, és a gazdagságból, kényelemből kikerül a lány, és igazániból ez a szilánk azt fejtegeti, hogy a pénz boldogít-e, avagy nem. Tehát a pénz kell-e a boldogsághoz, vagy nem feltétlen a pénz az, ami boldogít. A harmadik szilánkról tényleg csak ennyit akarok mondani. A másik szál, amiben ugye Laurent követjük, és Cynthia át, aki ugye jósolt neki, úgymond ez egy jósnő, nagyon tetszett az a rész is, a vége is nagyon jó volt, úgyhogy számomra ez egy pozitív, lecsengésű, pozitív zárás volt így a történet szempontjából. Nekem tetszett, úgyhogy amit így a kötettel kapcsolatban szeretnék még mondani, hogy nagyon tetszett az benne, hogy különböző időkben, különböző helyeken vagyunk. A lányok, akik úgymond szerepelnek benne, azt mondom, hogy pozitív karakterek voltak. Tehát, hogy számomra pozitívak voltak, szerethetőek voltak, emberiek voltak, és kicsit olyan érzés, mintha mind a hárman egy ember lenne, és valahogy egy picit így felosztanánk őket, hogy más-más oldalukat láttuk meg így a történet során. Van egy sejtésem, hogy miért érzem ezt, de azt nem mondom el, mert az már tényleg spoilers lenne. A lényeg az, hogy ebben a kötetben számomra Krenc Nóra megérkezett. Azt gondolom, ezt a kötetet nem csak azért érdemes elolvasni, mert úgymond egy hatalmas időutazásnak is érzékelhetjük, hanem azért, mert tényleg egy nagyon jó kötet, fontos kötet, és talán kicsit az önmagunk megismerése is szempont. Mert azért lássuk be, valamennyire minden lányban látni fogunk egy pici részletet akár magunkból, lehet magunkra ismerünk, és hát na, elgondolkodtat jó pár dologra ez a kötet. Számomra ez a könyv hatalmas élményt adott, nagyon örülök, hogy elolvastam, természetesen 5 csillagot adok rá, és nagyon szépen köszönöm Krenc Nórának a lehetőséget. Azt kell, hogy mondjam, hogy kellett ez a könyv így az évem során, hogy elolvassam, hiszek abban, hogy nem véletlen került hozzám, nem véletlen akkor, amikor. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek tényleg tiszta szívből ajánlom. Számomra a Krenc Nóra ebben a kötetében megérkezett, és levett a lábamról. Ez egy fantasztikus kötet, és úgy, hogy nem igazán volt időm olvasni. Nyilván ezeket a részeket annyira ti nem tudjátok, mert azért mégis, tehát volt szabad időm, de mégsem annyi, mint amennyit szerettem volna, és annak ellenére is nagyon gyorsan olvastam, és jól haladtam vele, de az időt azért nem vettem föl, mert igazániból nem éreztem szükségét, hanem tényleg csak így a szilánkokat akartam nektek kicsit jobban bemutatni. Így a kötet során nem feltétlenül az, hogy most hány napig olvasok meg mi, mert nem ez volt a lényeg ennél a könyvnél. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem ebbe az olvasóvlogban. Olvassatok Krenc Nórát, olvassátok el a szilánkot, és akár, hogyha ki tudtok, akkor döntsetek, hogy ti melyik időben, melyik szilánkon lennétek, vagy elégedettek vagytok a saját életetekkel. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a vlog videót, remélem azért tetszett, és meghoztam a kedveteket hozzá. Krenc Nórának pedig még egyszer innen nagyon szépen köszönöm a könyvet, hatalmas élmény volt, és csak így tovább, még ilyeneket tesokat. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!